Szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt iparos társak, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntöm az IPOSZ 32. közgyűlés részvevőit és a kedves meghívott vendégeket. A közgyűlést ezennel hivatalosan megnyitom. Tisztelt iparos társak, kedves hölgyeim és uraim! Éves rendes közgyűlésre jöttünk ma össze. Ez mindenképpen jelentős esemény a szervezetünk életében. Mára már mindnyájan látjuk, hogy ez a gazdasági válság nem egy hagyományos gazdasági válság volt. Nem is biztos, hogy teljesen vége van. Olyan új problémák jelennek meg a társadalmunkban és a gazdaságban, amelyek teljesen új válaszokat igényelnek. Valószínű, hogy nem lehet többé az eddigi utakon járni. Nem lehet már csak az eddigi technológiákat használni. Már csak a minden bizonnyal valahol új társadalmi modelleket is születendőben vannak. Egy dolog azonban bizonyos, a belátható néhány évtizedben is szükség lesz a társadalomnak a javító szerelő munkára, az egyéni igényeket kielégítő termelő és alkotó tevékenységre. Így lesz ez még, ha új műszaki köntösben is fog majd megjelenni. Szüksége lesz a kisvállalkozások innovatív, nemzeti megtartó gondolkodására, foglalkoztatási kapacitásának fenntartására. Az IPOSZ és az országos struktúrája ezt a célt tudja szolgálni. Ehhez azonban támogatásra van szüksége. Ugyanakkor az IPOSZ-nak és a tagszervezeteinek is jobban össze kell fogni. Tovább kell lépni a munkamegosztás útján a szolgáltatások érdekében. A kritika mellett önkritikát is kell gyakorolni, megtette mindenki mindent a saját területén, azokból a feladatokból, amelyeket másokon számon kér. A sok kérdés ellenére kétségtelenül az építkezés korszaka következik. Azt kérjük a kormánytól, hogy a következő időszakban ne csak a nagy vállalatokkal kössön stratégiai megállapodást, hanem tegye meg azt, ha bár szimbolikusan is, a családi, az iparos és a mikrovállalkozások 100 000-eivel is. Az IPOSZ-ra, az ipartestületek országos hálózatára mindig számíthat, ha a tisztességes, minőségi iparos munka elvégzéséről lesz szó. Az építkezés az összefogás szellemében kívánok mindenkinek mára sikeres munkát. Isten áldja a tisztes magyar ipart!